Kritikus útvonal reggelente a Paragvári utca. Óvári Zsolt gépjárművezető oktató ad tanácsokat a belváros felé közlekedőknek. Itt a vége a dugón. Na most itt ugye ki kéne hagyni a kereszteződést, hogy a keresztúton ki tudjanak jönni, ha ki tudnak. Ezt most jól is csinálja, meg ki is hagyta. Aztán ha át lehet menni a kereszteződésen, akkor át kell menni a kereszteződésen. Alternatív útvonalként lehet ezt figyelembe venni itt a kis utcákat a környéken, párhuzamosan mozogni ezzel, csak ott mind jobb kedves arra figyelni kell. De lehet vele időt spórolni a csúcsforgalomban? Hát, biztos, hogy lehet. Attól függ, az úti céltől függ. Hogyha valaki az emlékmű irányába akar menni, akkor biztos, mert lábbára nem kell beállni a sorba, hanem akkor így levágja a kis utcákba, és ki tud menni a körútra. Most még nem is olyan vészes. Ez a sor a Szűrcsapó utcai kereszteződésig szokott állni. Akkor ha valakit mondjuk a balra akar menni, a balra van az úti célja, akkor beleütközik a Neumannos történetben, a Neumann iskolánál a körforgalomban, ott mindig dugóval reggel, délután. Ott mindig, az egyébként egy nagyon veszélyes körforgalom. Mert nagyon gyorsan érkeznek meg. Ugye látszik mindenben a torkolat, és akkor gyorsan érkezik meg, hogy gyorsan is megy be. Ugye a másik irányba is kezd már torlódni a forgalom. Hát ez kibírható ez a rész itt. De ugye látszik, ott, ahogy az iskolák környéke, tehát Paragvári úti iskola, ott jönnek visszafelé, itt is már azért élénk. Sőt, erős. Úti cél függő, de jó megoldás lehet a sugárút, amit kevesen használnak ki. Időben ez egy kritikus kereszteződés. Ez így van. Én mondom, ugye én vagy lámpás kereszteződést laknék, szerencsésebb lenne, mint egy körforgalom. Talán. Meg a keresztirányú forgalom, tehát mit szokott állni a sor vége? Igen. Ugye lehet látni, hogy itt semmilyen forgalom nincs. Hát itt a sugárút, ez mondjuk azt, hogy ki van halva. Miközben a Paragvári meg áll a dugó. Itt akár a parkolást is meg lehetne szüntetni, és ezzel a 11-es huszárútnak is alternatívája lehetne. Visszaérve pedig a Paragvári utcára. Itt barna kanyarod egyébként izgalmas. Mert ahogy közeleg a 8 óra, az iskolák környékén tovább romlik a helyzet. Használjunk egérutat.